kérdeznék, hogy mi van, hogyha a giliszták ketté vágják, mert van egy olyan nézet, hogy ahány felé vágják, annyi lesz belőle. Annyi hulla lesz belőle. Ha csak ketté vágják, már akkor sem biztos, hogy megél, az is kérdés, ha kicsit vágnak le belőle, akkor még esetleg kiheveri, de nem, elrothad. Tönkre, nagyon hamar elrothad a giliszta. Mi az, ami nagy mértékben regenerálni képes, regenerálódó képességgel, melyik? A gyíkterka. A gyíkterka. Igen, de az is kisebb lesz, és nem lesz olyan színű. Úgyhogy látni, ha találkozunk egy gyíkkal, akkor meg tudjuk mondani, hogy ez a gyík már egyszer olyan konfliktusba került, hogy abból csak úgy tudott elmenekülni, hogy föláldozta a partot. Vagy ez a gyík még mindig megúszta, és megvan az eredeti partot. Látni, kisebb, és mindig egy színű szürke, míg az eredeti farka hosszabb, és a hát színe folytatódik rajta tovább. Bizony. Na, hát olyan gyorsan elszaladt, hogy mivel megnézném az ügyre, hol van ő már. Nem, hát néha ott sütkérezik a nap. Ott sütkérezik, igen. A gyíkok hova is tartoznak, melyik osztályban? Jó, hogy a gerincesek törzsébe, az a filum és a klasszis, az pedig hüllő, igen? Igen. Hüllő. Na, és mit, a magyar nevében is mit mutat az, hogy hüllő? Nem állandó. Hogy hideg vérű, ugye? Nem állandó testhőmérséklete. Hogy nincs állandó testhőmérséklete. És ezért kell, hogy napozzon, hogy fölvegyen. Ja, azért napoznak. Azért napoznak. Nos, mindegyik, a kígyó is napozik. Igen. És mi tartozik még a hüllőkhöz? Jaj, nem, elfelejtettem, ki tud kisegíteni? Tessék? A madarak. Nem. Hüllőkhöz. Valamikor tartoztak, a hüllőkből fejlődtek ki tőzsfejlődés során a madarak, de annyira elkülönültek, na, hogy mi a különbség a kettő között, most hát nem mondom, mondhatnám, de lemondok róla, mert mindig másról lenne. Állandó lett a testhőmérséklet. Igen, a madaraknak állandó. Tehát a hüllőkhöz tartoznak a gyíkok, a kígyók. Mit tartozik? De sík? Azt már mondtuk. A krokodil, igen, és még egyet. Kajmán. Kajmán. Azt mondjuk, hogy vegyük egy csoportba. Komodori varán. Ha egyenként fajonként vennénk, akkor sokáig tartana, pedig csak négyig maradhatunk, és szeretnék még, ha még hamarabb elmennénk. Na, tehát, akkor, hogy gyorsan menjünk, tehát a gyíkok, a kígyók, a krokodilfélék, mindegy. És a teknősök. Na jó, akkor térjünk rá a mai programra. Ugye most már igazán elkezdhetjük. Megvártuk a későjövőt. Megvártuk, igen. Nos, az előírás szerint benne van a műsorban, hogy az őshonos magyar házi állatfajtákról kell beszélni. Jó, hát itt már mondtak lovat, mondtak szarvasmarhát, de mondtunk már, említettünk juhot, de kecskét is lehet, van parlagi magyar kecske, de van magyar lúd, magyar kacsa. Igen. Az méghozzá erős lehetne beszélni többen. A magyar kutyák! A kutyákról is lesz szó. Ugye? Jaj, hát legyen, és az a kedvenc. Sertés fajta is van. A mangalicáról nem hallottak? Dehogy nem. Hát a szalontai sertésről, a bakonyi sertésről hallottak, de már nem látták. Mert mind a kettő kipusztult.
Hát a szalontai sertés az ilyen nagy volt, egy méternél magasabb volt a marmagassága. Az egy egészen hatalmas, úgyhogy amikor egy Habsburg királynő idejött, bemutatták neki, egész oda volt, azt hitte, hogy vadállat, de az a szalontai sertés volt. Akkor ott van, már megint nincsen, kipusztult a bakonyi sertés, így hívták, bakonyi sertés. Még a németek is úgy mondták, de a bakonyit P-vel mondták, mert ugye a német mindent másképp ért, és ezért mondják, hogy mi volt ebédre, por és bor és balacsinta. Bor az a bor, és a balacsinta a palacsinta. Na, de még a németek is így hívták, ahogy ki tudták ejteni, mert a bakonyi sertés az fogalom volt. És az már kicsit göndörszőrű volt. De nem az az előde a mangalicának, hanem a sumadias sertés, ami 1880 körül Szerbiából érkezett. Jó ég. Na, aztán sok mindent mondhatunk még a sertésekről, de ha akarják, arról beszélünk, de ha... Azt hittük, hogy a mangalica kipusztult. Igen, igen. Már majdnem kipusztult a mangalica. Egy osztrák paraszt orrában. De újra fellendülőben volt, fellendült a mangalica iránti érdeklődés, amikor kiderült, hogy a zsírja egészséges. Igen, telítetlen. Igen, telítetlen zsírok is vannak benne, és nem hogy ártana, mint zsír, hanem használ, mint telítetlen. És így a spanyolok rengeteget rendeltek a sonkából, és ezért a mangalica tenyésztés ismét föllendült, és ami már úgy elhalványodott az emlékezetben, az a három változat is megerősödött. Mangalicának milyen három változata van? Göndörszőrű. Göndörszőrű mindegyik. Göndörszőrű. Fehér, fekete. Fehér. Szürke. Nem. Folytos. Nem. Ha a mangalica nem szabad, hogy tarka legyen. Egy mangalica van, a fecskehasú. Milyen a fecskehasú mangalica? Itt tudja. Ja, fölül fekete, és alul világosabb. Sárga, hamuszürke. De mindig sárga van. Sárga szeret a mangalica. Igen, sárga van, de az nem a színét jelöli. Tehát van a fecskehasú, a fekete, és a szőke. Most ezek közül a szőke a legnagyobb termetre, és a legkevésbé szapora. És a fecskehasú az még eléggé ritka. A fekete és a fecskehasú azért eléggé elterjedt, mert az úgy volt, például Nagy Tétényben volt egy nagy sertés izlalda, ha emlékeznek. Jaj, olyan büdös volt, igen, akkor ez a fontos, hogy büdös. Igen, tűnik ott volt a sertés izlalda a hét puszta határban. Aztán oda költöztek, házat építettek, aztán panaszkodtak, hogy büdös. Hát akkor nem volt büdös, amikor kijelölték azt a ház helyet. Csak azt mondták, szűnjön meg! Mert hogy lehet, hogy ilyen büdös legyen egy lakóhelyen? Pedig hát ők voltak előtt. Ő persze, az ott volt a hét puszta határban, nem volt senki körülötte. Az ember minden állat. Aztán ott még közelebb, akkor meg ezt a büdösséget meg kell szüntetni. Különben lehet a disznókat szinte szaktalanul. Igen. Mert mondok egy érdekes dolgot, de ez igaz. Hallották, de igen, aki olvasta Arany János Toldi című könyv versét, az első versét, a Toldi, szerelme Toldi halála, de a Toldi, aminek estéje csak a Toldi, abban benne van, hogy kiverték a
közösségből, mert egyet súlyosan megsebzett, ez sertésekre vonatkozó. Néha összeverekednek a sertések. Miért? Mert az egyik nem szobatiszta. Igen! Igen, a sertések mindig egy sarokba mennek, és amelyik nem tartja be, hanem a fekvő helyre piszkít, azt a többi bántja. Igen, amíg meg nem változik. Vagy pedig teljesen kiközösítik. De a többiekért, hát életünket és vérünket védik egymást. Összeröppennek. Mi ez a kifejezés? Összeröppennek. Hogyha egy malac sibít, mindegyik oda fiat a segítségére. Na, még sok minden.